földlánc közepén keresztül törve tetejéről talapjáig, 4 mérföldnyi messzeségben, 2 oldalt 600 lábtól 3000-ig emelkedő magas, egyenes sziklafalak. Közepett az óvilág óriás folyama, az Ister, a Duna. A ránehezülő víztömeg törte el magának-e kaput, vagy a föld alatti tűz repeszté két felé a hegyláncot? Neptun alkotta ezt, vagy vulkán, vagy ketten együtt? A mű istené. Ahhoz hasonlót még a mai Isten utánzókor vaskezű emberei sem bírnak alkotni. Jókai Mor klasszikus műve az Alduna misztikus birodalmába varázsolja a hazajárót. Dévénynél már meglestük, ahogy a Duna belép a Kárpát-medencébe. Végre ide is eljöttünk, ahol elköszön történelmi hazánktól. Nem is akármilyen szép búcsú ez. Egy vadregényes sziklakapun tör magának utat a déli Kárpátok Almás hegysége és a balkáni hegylánc Miros vonulata között. A Kárpátia és a Balkán közötti természetes határt az ókortól a legutóbbi időkig szinte áttörhetetlen, közel 120 kilométeres szorost az itt élő népek mindig is faskapunak nevezték. Az elmúlt 2 évszázadban a hajózási érdekek, a megfontolt építkezések utáni vandál szabályozások sokat pusztítottak az Alduna vidékén. Regényes végvárak, egzotikus szigetek, ősi magyar települések vesztek oda, és a kazánszoros üstjében sem fortyog már a víz úgy, mint régen. Galambócvára alatt hajóra szállunk, hogy először a vízről ismerkedjünk a vaskapu emlékeivel. Áttörünk a kazánszorosokon, majd Tekijánál kikötünk. A Mirocs-hegy platójáról letekintünk az áttörésre, majd a vaskapu gátján átsétálunk Szörényvárra. Orsova határvárosa után a folyó bal partja mentén is megcsodáljuk az Alduna völgyét. Végül a Nagy Csukár szikla pereméről intünk búcsút az Aldunának. Galambóc omladékai büszkén nézik, amint lábaikat a Duna nyaldossa. És már régen nézik. Galambóc még a római időkből való erősség. Őseink, mikor bejöttek, teljes fényben találták a 9 tornyú várat, s Keve vezértette rá a kezét. Nagy fontosságú leginkább a török világban lett. A beözönlő törököknek nagyon az útjukban volt. Kivált aztán, ahogy a Duna bal partjára a magyarok Galambóccal szemben felépítették László várát. Galambócot nem valami bolond mesteremberek csinálták úgy találomra, hanem igazi hadi célzatokkal épült. A törökök közt az a rege járta, hogy 9 eleven ördög építette a magyaroknak remekbe. Így regél Mikszáth Kálmán a vaskapu őréről, Galambócról, melyért folytonos küzdelem zajlott a magyarok, a szerbek és a törökök között. Aztán, amikor a török már Szerbiát dúlta és a magyar királyság déli határait fenyegette, 1426-ban Zsigmond királyunk kénytelen-kelletlen csak megegyezett Lázárevics István szerb despotával. Nándor Fehérvár és Galambóc a királyé lett, cserébe Brankovics György szerb hatalmának elismeréséért. Ám Brankovics felrúgva a szerződést, a török kezére juttatta a várat. Mit volt mit tenni? Zsigmond a szemközti Lászlóvárból ostromot vezetett Galambócért. A csata főhőse végül Rozgonyi István temesi főispán felesége Cecília lett, aki hajókkal mentette ki a halálból a királyt és férjét. Az ősrégi fészek csonkán meredező falai alatt szállunk vízre. Szevasztok! Szervusztok, testvérjeim! Isten szervusztok. Hozott bennetöket! Aldunai hajóútunkon délvidéki barátaink, Link Lajos, Bíber Csaba
és Nagy Attila lesznek kalauzaink. Tavaly ugye jártunk a Dévényszorosba, ott a Duna belép a Kárpát-medencébe, most pedig megnéznénk azt a helyet, ahol kilép a Duna a Kárpát-medencéből. Igazából a Duna a harmadik legszebb szakaszához érkezik, a németországi, a Dunakanyar után ugye a Vaskapuszoros eleje, ami a Galambóc várával kezdődik és a vízerőművel fejeződik, előtte van a legszebb része, a Nagykazán és a Kiskazán szoros. Ez azt jelenti, hogy ezt fogjuk most még tekinteni. Távolságban nagyjából mennyit fog megtenni a sétahajóval, mennyi kilométert? Hát kilométerben nem sok. 120-150, attól függ, hogy veszik hajóval, vagy pedig úton. Viszont hát a hajó az ugye az lassabban, tehát ez egy jó pár órát azért el fog vinni. Lesz időn körülnézni, megtekinteni egy önszemeket. Hogyne. A Duna első szűkülete, a galambóci szurdok felé indulunk Gál István nyomdokán, aki éppen 70 éve hajózott erre. A part felől nézett víz, s a víz felől nézett part nem azonos dolog. Hajunk valami óriás, ős vízilovat lát hűsölni a meder közepén. Közelebb érve, mégiscsak kiderül, hogy nem víziló, hanem hatalmas mészkőszikla simára súrolt búbja mered ki az ő dühösen csapkodó, tajtékos hullámok közül. Ez a sokat emlegetett babakály szikla. Az Almás-hegység egyik Dunába nyúló sziklafalában a Baross emléktábla hirdeti a Vaskapu magyar szabályozóinak emlékét. A középkorban az aldunai hajózás igen veszélyes volt, így alig-alig járt át néhány hajó a sziklazátonyokkal tarkított mederben. Ám Széchenyi István mert nagyot álmodni, és az Alduna szabályozásának gondolatát Vásárhelyi Pál tervei alapján 1833-ban tettekre is kezdték váltani. A fő cél az volt, hogy a magyar termékek eljuthassanak a Balkánra és a Fekete-tenger vidékére. Elsőként 1837-re elkészült a Duna mentén a 122 km hosszú, sziklába vájt Széchenyi út, amely egyszerre szolgálta a hajóvontatást és a szárazföldi közlekedést. Hosszú évtizedek gigászi munkája után a Duna szabályozott szakaszát végül 1896-ban adták át. Ám az örömünnepbe a magyarok számára üröm került. Széchenyi próbálta meggyőzni a szultánt a Duna hajózásról. Nem sikerült. Miért? A török már látta, hogy veszíti a területet. Próbálta meggyőzni a szerb királyt. Éppen csak, hogy szabadultak föl a töröktől. De semmiük nem volt. Tehát akkor nem is tudtak beszélni, nem is akarták. Úgyhogy alapjában, mivel se a török, se a szerb nem vett részt faktikusan semmilyen munkába, a román se, viszont az átadásnál, ugye Ferenc József az egy alapjában magyar gyűlölő ember volt, azért mégiscsak tudjuk, hogy mikor jött föl, és semmilyen magyar vonatkozást nem hozott be. Ott volt a szerb király, ott volt a román király, ott a Ferenc József, zászlók, mindenfene, magyarokból semmi. Sem magyar felirat, sem magyar meghívott vendég, sem magyar zászló. Holott ezt magyarok csinálták annyira, hogy az 1878-as Berlin kongresszusnál elismerték az osztrák-magyar monarchia és ezen belül Magyarországnak a küzdelmét, a munkálatait a Duna hajózásáért, és nekik adták a jogot, hogy ezt felügyeljék. Na most, hogyha kívülről nézve hallaná valaki, hogy magyar, mit akar itt a magyar, ugye? Hát itt van Románia, Szerbia, milyen magyar? Hát erről van szó, hogy nem tudja, hogy ez a rész itt által, Orsova alatt 5 kilométerig az Magyarország volt az első világháború. De az csak az, hogy Magyarország volt. De az, hogy milyen hatalmas pénzek lettek beleölve, és Magyarországnak adva a hajózási joga, az az, ami felhatalmazza a magyarokat, hogy igenis, mert beszállhattak volna. Az 1970-es években a szörényvári duzzasztó mű megépülése miatt a folyóvíz szintje jó 30 métert megemelkedett. Így számos sziget, dunaparti település és építmény víz alá került. A Széchenyi út mellett így került hullámsírba a középkori magyar királyság déli végvár rendszerének erőssége, Drankóvára.
A Tiszafa és Színice közötti három torony várának tornyai fölött is átcsaptak már a történelem hullámai. Órányi hajókázás után végre elérünk az Alduna leglátványosabb szakaszához. Ahogy közeledik, egyre impozánsabb képet mutat a legszűkebb, 150 méter széles és több mint 70 méter mélyvízű szurdok, a Nagy-Kazánszoros. A folyógy alult a 300 méteres vadmészkősziklák Jókai Mort is megihlették. Mintha egy templom közelednék felénk, melyet óriások építettek pillérekkel, melyek kőszálak, és oszlopokkal, melyek torony magasak, csodálatos kollosz alakokat emelve a felmagasló párkányokra, mikben a képzelem szentek szobrait látja. A két fal 140 ölnyire közeledik már egymáshoz, s 3000 lábnyira az éghez. S e két fal között foly alant a kőmederben a Duna. A kazánok között a Duna egy rövid szakaszon kiszélesedik. Éppen itt, a Dunatölgyesi öblözetben van a meder legmélyebb pontja, több mint 80 méterrel a víz alatt. Aztán újra közelebb hajolnak egymáshoz a sziklafalak, és már hömpölyög is tovább a folyam a következő szűkületen, a nem kevésbé látványos Kis-Kazánszoroson. Az ősz óriás, Szilaj hőssé ifjú. Hullámai szökelnek a sziklás meder felett, egy-egy roppant bérc tömegül ki néhol medre közepébe, mint valami rémoltár, s aztán csattogva, zúgva rohan alá a kőlépcsőkön, mik egyik sziklafaltól a másikig nyúlnak keresztül. A vaskapu áttörhetetlen roppant bérc tömegén az első rést a rómaiak ütötték. A hajók vontatását is biztosító hadiút építését kiteljesítő Trajanus császár művét örökítette meg a Mirocs falában egy emléktábla. Ám a munkálatok már Tiberius idején elkezdődtek. Abban az évben, amikor a rómaiak épp a szoros jobbparti sziklafalába vájt út építésével foglalatoskodtak, pár ezer kilométerrel odébb, a jeruzsálemi Golgota hegyen épp egy Jézus nevű férfit feszítettek keresztre. Mielőtt még kisiklanánk a folyammal Havasalföldre, a szerbiai oldalon Tekijánál partra szállunk, hogy a magas partról is számba vegyük a kazánokat. A Mirocs-hegy oldalában megbújó apró szerb falvakban, dacolva a változó időkkel, az emberek ma is főként gazdálkodással foglalkoznak. A vegyes erdőben jelzett ösvény a Mirocs-hegy karsztfennsíkjának peremére vezet. A nagy bögyös mészkőszirtjéről
egy klasszikusnak mondható kárpáti kép tárul elénk. A Duna szalagja a kazánok fehérlőhegyeinek szűk rései között kanyarog. A szirtek mögött a Kárpátok legdélibb hegye, az Almás-hegység vonulatai hullámoznak. Északkeletre halványabban már a Mehália-hegység is feltűnik. A szerb oldalról Tito és Ceausescu 1972-ben megépült faluromboló szörnyetegén, a vízenergia oltárán annyi mindent feláldozó vaskapu erőmű gátján kelünk át Bánátba. A Kárpát-medencéből a Zsil, az Olt és a Bodza szorosai mellett a vaskapu is kifolyást jelent a Fekete-tenger irányába. Ezt a stratégiai átkelőt őrizte egykor Szörényvár. Már a római időkben Trajánus császár hidat építetett itt, ami elpusztult a népvándorlás forgatagában. Aztán az Árpád-házi uralkodók idején IV. Béla király 1227-ben létrehozta a szörényi bánságot. A dicső korokat idézi fel nekünk a Bánsági Kárpát Egyesület egyik alapítója, Balázs István. Szeretettel köszöntelek benneteket itt Szörényvárnál. Az erődítménynek a lábán itt közvetlenül mellettünk található a hajdani középkori vár. Ugye ez egy magyarnak két szempontból is fontos hely. Földrajzilag itt ér véget az Alduna, ha úgy nézzük a folyás irány szerint. Másrészt ugye történetben sokszor találkoztunk ezzel a fogalom, hogy Szörényvár. Pontosan, hát már a 13. században a szörényi bánságnak volt a székhelye, tehát a Magyar Királyságnak a része volt. Azután elveszített a Magyar Királyság, majd viszont 1419-ben Luxemburgus Zsigmond visszaszerezte az erődítményt, és tulajdonképpen az aldunai végváraknak volt a része. Ezzel a végvár rendszerrel védte a Magyar Királyság a történelmi határait a törökkel szembe. És itt még Szörényváron van magyar vonatkozás? Közvetlenül itt a parton, itt a Dunaparton a Mahartnak megvannak még a hajdani épületei jó állapotban. Lajos Attilának végigjártuk a Alduna szerbiai szakaszát, mellett pedig a jelenlegi romániai szakasz járnánk be. Ahogy a Duna mentén a történelmi határon átkelve visszafelé megyünk, nem látunk egyebet, mint szép hegyoldalakat és a széles folyót. Pedig a víztükör még Orsova előtt egy varázslatos birodalmat rejt. Adakale főleg törökök lakta kis szigete, az idők során hol osztrák, hol török kézen volt. Aztán az 1878-as berlini béke értelmében a török szultán tulajdona maradt, de osztrák-magyar igazgatás alá helyezték. Így egyfajta előretolt muzulmán szigetként árválkodott a Duna közepén. 1913-ban aztán Krassó Szörény vármegye főispánja, Medve Zoltán hadilobogó alatt behajózott és magyar közigazgatás alá vonta a szigetet. 40 éve már, hogy Adakale kincses szigetét erődjével együtt a felduzzasztott Duna örökre elnyelte. Ahol a Cserna folyó a Dunába ömlik, ott van Orsova. De ez már nem az az Orsova, mert a kilovattok fontosabbak voltak a régi városnál, ami fölött ma már vígan motorcsónakáznak. Hol van már a rómaiak ősi Dierna Castruma, a középkori Magyar Királyság végvára, az osztrákok határsáncai, a magyar és német többségű nyüzsgő határváros? Már csak emléke él itt Szent Lászlónak, Zsigmond királynak, Hunyadi Lászlónak, Tököli Imrének, amit a hatalmas víztömeg és a panelek rengetegei sem tudnak elhalványítani. Valahol itt volt Orsova. 1968 és 72 között megépítették a vaskapu erőművet. A Duna szintje 30 méterre följebb ment, elöntve Orsovát, valamint 12 kisebb települést, beleértve Adakale szigetét is. Akkor ez egy teljesen új város. Tehát egy teljesen új város, egy szocialista város, 70-es években építették, tehát panel található szinte mindenhol, a magasabb részeken vannak a házak. Érdekesség az, hogy itt töltötte utolsó éjszakáját magyar földön Kossuth Lajos, ahogy ugye Törökország felé vette az irányt.
Szemere itt dugta el a koronát. Pontosan itt volt elásva a Szent Korona, azon a helyen 1855-ben koronakápolnát emeltek, ami sajnos szintén a víz alatt van. Magyarok élnek még itt? Magyarok sajnos kevesen élnek, jó 13 ezeres településen körülbelül 90 magyar él. És még ez a képzeletbeli Senki szigete is. Hát a Senki sziget az... Víz alatt lenne, ha létezett volna. Valószínűleg víz alatt van pontosan. Amit ugye Jókai Mór regényéből is ismerünk. Igen. És ugye láttuk, hogy Timár Mihály... Itt hajózott. Néha meglátogatta Pécsi Ildikót. Esetleg egy földrajzi szempontból meg lehet említeni, hogy a Kárpátoknak a induló pontja az itt található Orsován, és az egész Kárpátok gerinc az körülbelül 2300 kilométer egészen Dévényig pontosan, egészen Dévényig húzódik. Az 1976-ban épült katolikus templomban német, magyar, román és cseh nyelvű miséket is celebrálnak. A Szent Korona Szövetség 2004-ben állított emléktáblája idézi fel a Szent Korona orsovai őrzésének történetét. Orsován, ami sajnos víz alá került. Amit hajóról megcsodáltunk, most ideje a partról is bejárni. Az almási parton a sziklakolosszusok között sétálva próbáljuk elképzelni, milyen is lehetett, amikor még a sebesen zúgó Dunavize szeszélyesen fortyogott a kazánban. Szemben a kis kazán felett a Mirocs peremén visszaköszön tegnapi kilátópontunk is. Már láttuk a vízről, a túloldali platóról, közvetlen a partról, ideje az almási hegyekből is megcsodálni a Duna áttörését. A Dunatölgyesi öböl fölötti apró falu naszádos lesz végső túrán kiinduló pontja. Á, milyen jó! Magyar szót hallunk itt a déli végeken. Épp a vaskapui panorámáért jött ide egy magyar házaspár, Mátyás Izolda és Kis Attila is gyermekeikkel. Hát mi Magyarországról jöttünk, kirándulunk. Igen, és merre tartotok most a... Az még bizonytalan, azt tudjuk már, hogy honnan jöttünk. Ja. Hát mi ide a Csukár kilátóra tartunk itt a kazánba. Gyönyörű látvány, hogyha van kedvetek, tartsatok már velünk. Hát az nagyon jó lesz, mert itt kirándultunk a Kiskazán szorosban, és rossz irányba kanyarodtunk, és lemaradtunk a kilátásról, úgyhogy tudjuk veletek pótolni, akkor szívesen. Persze, természetesen. Nagy... ilyen nagy vendég szeretettel várnak bennünket. Gyerekek, ne adjatok az ő, mert rögtön rá. Megitták. Hát ilyen hosszú út után a porát leköl, hogy mossuk. És gyakran jártok erre? Hát eddig inkább a Székelyföld felé indultunk el, ha vittük a gyerekeket, hogy én idevalósi vagyok, zilai igen. Születésű, igen. És ezt a környék így nagyjából kimaradt, úgyhogy most ezzel ismerkedünk egy kicsit. Hát ez gyönyörű táj, gyönyörű történelemmel, magyar történelemmel. Töltöttünk néhány napot Herkulesfürdőn, ami látott szebb napokat, talán még... Igen. Még fog. Hajókáztunk az Aldunán. Kazánokban. Gyönyörű ez a táj. Hát én délvidékről vagyok, a délalföldről, úgyhogy számomra is ugye ez az első alkalom így megismerni a déli végeinket, a mesés Aldunát. Sok mesét hallani az egész környékről, nagyon érdemes meglátogatni. A mai valóság az nem mindig azt mutatja, amit az ember a mesékből ismer, de azért föl lehet ismerni nyomokba, úgyhogy kell járni és keresni az emlékeket. Hát mi is azt a szigetet próbáljuk megtalálni, azt a, amit ugye senki szigetét, de hát nem találjuk sajnos. Hát akkor Isten, és Isten, akkor induljunk. Egészségünkre. Egészségünkre. Fenékig. A sárga háromszög jelzésen indulunk az Almás-hegység Dunába ereszkedő nyúlványára. Karsztfennsík lapos tetőszintjére, a Nagykazán szorost határoló Nagycsukár sziklás peremére érve, nehéz eldönteni, hogy szemből a Mirocs-hegy sziklaormairól, vagy innen lenyűgözőbb be az aldunai panoráma.
fantasztikus látvány. Hú, szuper! Ha itt járunk, lépjünk ki egy percre a mindent elárasztó felgyorsult világból. Nem feledve, hogy odalent a Duna nem volt mindig ilyen csendes. És a szoroson, sem szárazon, sem vizen nem lehetett pár óra alatt átkelni. Idézzük fel azt a Dunát, amely még zabolátlanul törhetett át a mészkősziklák között. Olyan vadregényes utat vájva magának, ahol a földi halandónak hetekbe telt az átkelés. Idefentről még most is ezt a régi, szabadon szárnyaló lelkét mutatja a folyam. Mert ahogy Jókai egyszer s mindenkorra leszögezte, ez a mű istené. Ahhoz hasonlót még a mai istenutánzókor vaskezű emberei sem bírnak alkotni.